Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Dombóvári magazinját látják. A következő témákkal készültünk. Pálinka verseny. Értékelték a beküldött pálinkákat. Dombóváránál folytatódnak a régészeti feltárások. Dombóvári futballklub. Készülnek a 2024-2025-ös labdarúgó bajnokságra. Dombóvár másképp. Fotópályázat amatőröknek és profiknak. A pálinka verseny tapasztalatait értékelték Dombóváron. Az eseményre neves főzőmestert is meghívtak, aki segítségével bírálták a nedüket. Az Éles Simon Kertbarát Egyesület által szervezett programot az új közösségi házban tartották meg. Márciusban volt a 39. borversenyünk, és idén először bizony igény volt rá, így pálinka versenyt is meghirdettük, ami várakozáson felül sikerült, mert 74 pálinka érkezett erre a versenyre, és hát nagyon komoly bíráló bizottságot sikerült beállítani, és sajnos az derült ki, hogy a benevezett pálinkáknak az 50%-a az oklevél és bronz minősítést kapott, tehát eléggé kifogásolható minőséget értek el. Ezért úgy gondoltuk, hogy megér annyit ez az egész dolog, hogy fókuszáljunk arra, hogy mik voltak a legjellemzőbb hibák ezeknél a pálinkáknál. Ezért meghívtuk egy eléggé neves pálinka mestert, aki a bíráló bizottságnak is tagja volt, hogy tájékoztassa a tagságot, hogy ezeknek a hibáknak, amit a pálinkába fölmerültek, mi a leginkább használatos kiküszöbölési módja, tehát hogy ezek a hibák ne forduljanak elő. A borversenyek során is eljutottunk odáig, hogy onnan kezdve, hogy elkezdtük, mindig jobb minőségű borok lettek. Hát ezt reméljük a pálinkánál is, hogy egy ilyen úgynevezett továbbképzés meghozza azt, hogy egyre jobb minőségű pálinkákat tudunk majd csinálni. Hát elsősorban Dombóvárról és Dombóvár környékéről, de nagyon jó kapcsolatunk van egy pécsi kertbarát egyesülettel. Ők például több mint 20 pálinkát hoztak bírálatra, mert náluk ilyen nem volt. Hát itt főleg gyümölcspálinkák voltak, szinte mindenféle, még egzotikus gyümölcsből, fügéből is voltak pálinkák, és a természetesen törkőpálinka is, miután elég sok szőlősgazda tagunk van. Hát a legkiemelkedőbb a dombovári polgármesternek a megy és alma pálinkája volt, ebből a megy pálinka lett az év pálinkája. Mert meghirdettük azt is, hát a bíráló bizottságnak ez volt a véleménye, így a saját maga által felajánlott kupát a polgármesternek kellett elvinni. Az eseményre pálinka főzőmestert is meghívtak. A pálinka bírálás egy egész hosszú nap volt végül is. Reggel 10 órakor, délután 10 órakor álltunk neki, délután 3-4 órakor még bőven-bőven folyt a munka. Rengeteg pálinka minta érkezett a Kertbarát Egyesület versenyére. Összességében 4 pálinka bíra volt. Mindegyik pálinka bíra képzett, érzékszervi bíráló, valamint pálinka bíráló, és szakmai tapasztalatok alapján, valamint a korábbi tanulmányok alapján tudtunk bírálni. Muszáj hozzáértéssel csinálunk a pálinka bírálást, hogy minél pontosabb eredménye kapjanak az a nevezők. Én azt mondom, hogy egy nagyon jó versenyen vagyunk túl. Vegyesen lettek sajnos oktavás és bronzérmes, viszont nagyon kiváló aranyérmes és ezüstérmes pálinkák is. Én azt mondom, hogy jó verseny volt, és az idei évben is várjuk a nevezőket, és a következő évben is várjuk a nevezőket. A pálinkákat technológiai szempontból, valamint az adott gyümölcsre jellemző szempontok alapján bíráltuk. Ezeket illat, íz, valamint a kettő kombinációja alapján bíráltuk el. Elsősorban a mai rendezvényen az a cél, hogy mindenki egy nagyobb képet lásson arról, hogy mi maga a gyümölcsfeldolgozás, gyümölccefrézés, gyümölcserjesztés, valamint az egyes hibáknak a kiküszöbölésének az ismertetése a cél. Onnantól kezdve, hogy van egy érett gyümölcsünk,
ennek a gyümölcs fajtájára jellemző jó feldolgozás, legyen az magozás, aprítás mindenképpen szükséges a gyümölcs feldolgozás során, és a célunk az, hogy ezt a gyümölcs pépet, amit kapunk, ezt a lehető legegyenletesebben leerjesztve az 2-3 hét idő alatt eljussunk az alkoholos végtermékig. Az alkoholos cefréig. Utána minél hamarabbi pálinka lefőzés, lepárlás után egy bizonyos időn keresztül tárolás, érlelés, jó esetben, vagy érdekes esetben még hordóérlelés is közrejátszik, utána pedig már fogyaszthatóvá válik az adott pálinkon, akkor kerül a palacba. A szakember elmondta, hogy a pálinkák aromája több szempontból tevődik össze. Lehet egyéni preferencia alapján, hogyha valaki az 52 vagy 50-es pálinkát szereti, akkor számára azt fogom ajánlani, viszont vannak gyümölcsök, amik igénylik egy alacsonyabb alkoholfokot, mint például az illatosabb gyümölcsök közül egy mána, egy eper, egy fekete berkenye, szeder, hasonlók, őket ilyen 45-44 környéki alkoholfokra szoktuk ajánlani. A Dombóváránál, vagy másik nevén a Gólyavárnál a feltárások egy újabb szakaszba léptek. Idén is folytatódik az a régészeti munka a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének szervezésében, ami már több éve folyik. A dél-dunántúli Dombóvárát 1310-ben említik először az írott források. Jelenleg az árkok és sáncok vonalai, valamint két fal maradvány látható az egykori várból. A 8 méter magas vélhetően az északkeleti sarok maradványa lehet. 11. éve történik a Dombópál várának a feltárása, illetve azok a kutatások, hogy valamilyen úton módon visszaálljon az eredeti állapot, amelyet több száz éve ezelőtt itt volt. Ma már a feltárásból lehet látni, és már tovább is körvonalazódtak a várnak a régi vonalai, és nagyjából most már egy grafika segítségével akár meg is lehet nézni, hogy milyen vár állott itt van, amikor Dombóvár határában. Örömteli a történet, hogy 11 éve zajlik már ez a feltárás. Én, mint laikus 5. éve veszek ebben részt, és azt mondom, hogy az idei évben számomra is már értelmezhető az a munka, ami itt folyik, hiszen felállunk oda a domboldalra, onnan teljesen jól látszik a várnak a vonal, és azok a felépítmények, amelyek betöltötték ezt a várudvart. Az idei évben nagyot álmodtunk, és július 1-től augusztus 9-ig zajlik itt a munka. Soha nem látott létszámmal vesznek részt itt ma a diákok, és azok az egyetemi pedagógusok, akik ezeknek a lelke és motorja az egész feltárásnak. Az idei évben egy kis meglepetés is ért minket, hiszen a Kaposvári Honvédség 30 fővel részt vett a 0. napon, amikor felnyitották azokat a területeket, amelyek tavaly vissza lettek takarva, és pont beszéltem itt az előbb a kutatás vezetőjével, augusztus 9-én újból érkeznek 30 fővel, és nagyon nagy segítség lesz, hogy a visszatakarás szakszerűen megtörténjen. Jövőre már azt gondolom, hogy ennél sokkal több dologról tudunk beszámolni, hiszen nagyjából elkészülnek a grafikák, és el fog készülni egy olyan koncepcióterv, amelynek segítségével néhány éven belül itt egy látogatható várom kerül majd bemutatásra, amelyhez nyilván szeretnénk Dombóvár Városi Önkormányzata olyan turisztikai attrakciót is hozzáfűzni, hogy minden több ember számára legyen kihívás, hogy látta-e vajon Dombópál várát és a feltárt és rekonstruált váromokat. Én ehhez kívánok Andriáéknak nagyon jó erőt, egészséget, és remélem, hogy a 12. évet is sikeresen tudjuk jövőre abszolválni. Berta Adrián régész elmondta nekünk, hogy az elmúlt 11 évben szisztematikusan tárták fel a Dombóvár romjait. Jelenleg a keleti várfal részben feltárt szakaszait tervezik befejezni. Az egykori északi épület szány területén tavaly, illetve tavaly előtt megnyitott szelvényeknek a folytatását elsősorban a belső tornyok és pincék feltárását tűzték ki. Mind az északi, mind a déli épület szány alá pincézett volt. A vár kapunál pedig ugye magának a várnak négy nagy építési periódusa van. A várnak az első formája az valamikor a 14. század legvégén vagy a 15. század elején készült el. Írott adatok hiányában ezt pontosan nem tudjuk, és ezt követően három nagyobb átépítést tudtunk elkülöníteni. A legutolsó átépítés az a 15. század első felében történt, közvetlenül a család férfiágon való kihalása előtt, és ez alkalommal a várnak a külső védelmi rendszerét is átépítették. Korábban egy palánk kerítette a
a téglából készült várfalakat, és ennek az utolsó építési periódusnál ezt a palánkot felszámolták, és egy kialapozású téglafallal helyettesítették, és akkor a várkapunak a védelmi rendszerét is átépítették, és a tavaly év folyamán elkezdtük feltárni a várkapunak a környezetét azzal a célra, hogy az utolsó periódus előtti időszaknak az állapotát megismerjük. Ez egy komplex régészeti kutatás, úgyhogy a hagyományos régészeti feltárások mellett geofizikai és távérzékelési módszereket is alkalmazunk. A tavalyi év folyamán elkészült a teljes lelőhelynek a nagypontosságú lidar felmérése, amivel a vár közvetlen környezetét tudjuk vizsgálni. Továbbá több alkalommal végeztünk már geofizikai vizsgálatokat is, földradaros és magnetométeres kutatásokat. A magnetométeres kutatások azok sajnos nem hoztak eredményt, a nagyfokú bolygatottság és az építmény és a lelőhely jellege miatt ezek nem vezettek eredményre, viszont a talajradaros vizsgálatokkal sikerült a még nem feltárt falmaradványoknak a nyomvonalait meghatároznunk. A lehetanyag, legnagyobb mennyiség lehetanyag az a török korból származik, szóval a vár az nagyjából másfél évszázadig volt a dombai családnak a birtokában, és a család kihalása után röviddel török kézre került, és 150 évig török végvárként funkcionált az épület. És mivel a vár, még álló vár életének ez volt az utolsó időszak, hogy a lehetanyag legnagyobb része is ebből a korszakból származik, viszont van néhány olyan pont a vár területén, ahol eltemetődött középkori rétegződéseink is vannak, és innen viszont a 15-16. Század első feléből származó középkori lehetanyag is kerül elő. A nyugati oldal közepén hatalmas lakótorony emelkedett, az északi és a déli oldalon pedig alápincézett lakóépületek álltak. A várat vizes árok vette körül, melynek nyomai még ma is fellelhetőek. Az egy hónapos nyári pihenő után a dombovári futballklub újra kezdte edzéseit. Az augusztus második felében kezdődő bajnokságon a legjobb formájukat szeretnék hozni, és a győzelemért mindent megtesznek. Horváth Zoltán vezetőedző elmondta, hogy a jövő nyáron ott szeretnének lenni a dobogó legfelső fokán. Hát elkezdtük a felkészülést múlt hét szerdán, úgyhogy második hetet kezdjük, vagyis hát kezdtük tegnap, és hát a bajnokságra készülünk, igazából a negyedik edzésünk, tehát még az elején tartunk, de van időnk még, mivel a bajnokság majd augusztus közepe után fog kezdődni. A szakember azt is elárulta, hogy milyen típusú játékra készíti fel csapatát. Annak tükrében, hogy tavaly második helyen végeztünk a bajnokságban, ez nem jelenti azt egyenesen, hogy mivel a bajnok csapat eltávozott így a vármegyei bajnokságból, hogy mi fogjuk megnyerni, de terveink között van, és szeretnénk minél jobban szerepelni, ebben benne van az első hely is. Természetes, hogy nem tudjuk még jelenleg a bajnokság lebonyolítását, illetve a csapatoknak a névsorát, de mi ettől függetlenül úgy készülünk, hogy szeretnénk a jövő nyáron bajnokságot nyerni. Szeretnénk természetesen olyan játékot, hogy mivel ahhoz, hogy bajnokságot nyerjünk, ahhoz mérkőzéseket meg kell nyerni. Tehát a támadó játékot természetesen előtérbe helyezzük. De hát ez természetesen függ attól is, hogy éppen kivel és mikor és hol játszunk. Tehát ahhoz is igazítjuk azt a taktikát, vagy azt a mérkőzést, amit fogunk játszani. De ahhoz, hogy természetesen mondom még egyszer, a bajnokságot megnyerjük, ahhoz a gólokat kell szerezni, tehát a terveink között ez van, hogy egy olyan támadó csapatot és támadó felfogásba játsszuk a bajnokságba, hogy ez sikerre vezessen. A társaság 80%-a összeszokott, mert már több éve rúgják együtt a labdát. Az erőlétet, illetve a fizikális részét azt,
azt, mivel ugye most kezdtük el, ezt már mi el is kezdtük napi szinten, tehát a múlt héten is, illetve már a héten is voltak futóedzések is, természetes, hogy ahogyan megyünk bele a felkészülésnek a közepébe, most már a hétvégén, illetve már holnap is edzőmérkőzést játszunk, sőt, szombaton is, tehát ezen a héten két edzőmérkőzésünk van, tehát azért ezt figyelembe kell venni, természetes, hogy azért a mérkőzés terhelés az nem lehet semmivel se pótolni, tehát a fizikai felkészülést is ennek tudatába csináljuk. Holnap fogunk játszani a Majossal egy edzőmérkőzést, szombaton a Nagy Atádat fogadjuk itthon Dombóváron, utána megmegyünk tovább igazából a felkészülésbe, aztán augusztus közepe fele kezdődik a bajnokság. Fiatalok, igen, hát fiatal csapat, mindenki 20-25 év alatt van, igazából én vagyok egyedül, aki 32 éves leszek. Fiatalok, gyorsak, lendületesek igazából, úgyhogy szerintem letámadni le tudunk, rendben leszünk ebben részében is. Az 1994-ben alapított labdarúgó klub a 2024-2025-ös bajnokságra heti 3 edzéssel és az edzőmérkőzésekkel készül fel. A Dombóvári Művelődési Ház pályázatot hirdett Dombóvárról nem csak helyi lelkes amatőr és profi fotósoknak. Várják a szokatlan témájú, feldolgozású, perspektívájú fotókat a városról, melyek különleges, más képpen mutatják be Dombóvárt. A beküldési határidő 2024. augusztus 12-e. Részletek az intézmény Facebook oldalán találhatóak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Önök a Tolnatáj Televízió Dombóvári magazinját látták. Viszontlátásra!